Szevasztok! Videó segítség a tárhely regisztrációhoz. Mi arról beszéltünk az órán, hogy ahhoz, hogy publikálni tudjunk egy weboldalt, ahhoz bizony tárhelyet kell regisztrálnunk és egy hozzátartozó domént, amelyik onnantól fogva az egész világon bárhonnan, bármikor elérhetővé válik. Hogyan kell tehát egy ingyenes tárhelyet regisztrálni? Először is keres egy szolgáltatót. Én most ebben az évben a www.nethely.hu szolgáltatót találtam meg, ugyanis az előző szolgáltató, ami nagyon jól működött és kedves volt, a hostinger.hu, nem szolgáltat többet ingyenes domént, illetve ingyen tárhelyet, a 00webhost.com pedig nagyon nehezen működött. Ebből az okból kifolyólag nézzünk meg egy magyar webhely, illetve tárhely szolgáltatót, hogyan is működik. Először is regisztrálnod kell. Regisztráció során meg kell adnod egy létező e-mail címet, hiszen ha ezt nem adod meg, akkor nem fogják tudni hitelesíteni a te személyedet, illetve hát nem a személyedet igazából, hanem csak a gimnazium.hu, bocsi, azt mondja, hogy tehát kell egy olyan e-mail cím, amelyiket meg tudsz nézni, és az odaküldött hitelesítési, vagyis autentikációs levelet, azt meg tudod nézni, és rá tudsz kattintani a rajta lévő doménre. Meg kell adnod egy jelszót is. Hát látjátok, ez csak 68%-ban megfelelő, mert nincsenek benne különleges karakterek. Na most elárultam valamit a jelszavamból. Tehát rákattintasz a regisztráció gombra. Az első lépés tehát a fiók hitelesítése kell, hogy legyen. Fogod tehát az e-mail címedet, én most nagyvilágnak megmutatom az e-mail fiókomat, és remélhetőleg így van, megjött, ez nem az, mert ez még az előző regisztrációhoz tartozó levél. Ajjajjaj, frissítés. Ja, mert buta vagyok, mert ez nem az az e-mail címem. Ó, de. Ja. Oké. Okay. Mail. Office 365. Így van. Itt van az Outlook. És már is itt a NetHely regisztráció megerősítése. Megnézzük, hogy mit kaptunk levélben. Ez az a link, amelyikre rá kell kattintanom ahhoz, hogy meglegyen erősítve az e-mail. Rá is kattintottam balegér gombbal. És ha minden jól megy, akkor a fiók hitelesítés része ki van pipálva. A második lépés az ingyenes tárhely létrehozásának a lépése. Először is be kell kapcsolnod az ingyenes tárhelyednek azt, hogy az létezzen. Aztán egy ingyenes domént. Itt az előtagod, az gyakorlatilag bármi lehet, én a holloinfo előtagot fogom választani, és ezek közül a másodlagos domének közül választhat, illetve tulajdonképpen ezek azok a felkínált domén nevek, amelyeknek az aldoménjeként létrejön a te ingyenes domén címed. Hát, az enhely.hu se rossz, de ez a webtelek.hu, ez nekem infóra.hu. Nagyon jó. Ez lesz, ez kiváló. Ezt is választhatod. Infóra, mint amfóra. És már is létrehozás, de ez szerintem infóra. És akkor ez nekünk már is nagyon jó lesz. És készen vagy a domain regisztráció. Azonnali hatája szerintem nem fog működni, szerintem kell nekik egy kis idő, hogy működjön, de azért próbáljuk ki, hogy hogy van ez, azt mondtam, hogy holloinfo.infora.hu. Ez az, még 404-es hibaüzenetet kapok, de ez még több problémát is fel kell oldanunk majd a későbbiekben. Most azonban a feladatod befejezéséhez még kell egy-két dolgot megcsinálnod. Először is arra figyelj, hogyha nem sikerült véletlenül elsőre a domain regisztráció, olyan értelemben, hogy nem jó aldomént adtál meg, akkor próbálkozz egy másikkal. Aztán pedig
A feladatod annyi, hogy a webcímlinkre kattintasz, és innen ezt az URL-t, vagyis az erőforrásodra mutató linket egyszerűen átmásolod a feladat leadási helyedre. Tehát ugye ide leírtam, hogy hogyan kell a folyamatot létrehozni, és akkor a leadott munkaként ezt a linket kell leadnod, amit itt találtál, bocsánat, itt van, és ezt kell átmásolnod oda, ahova kell. Én órán is ezt fogom használni, ezt az ezért itt lesz minden veletek kapcsolatos információ. Köszönöm szépen a figyelmet, jó munkát, ügyes regisztrációt!